Államrendőrség! Nyissák ki! Államrendőrség! Nyissák ki az ajtót! A hirdetésre? Az ajánlóleveled? Nincs. Nincs. Csak szolgáltál már valahol. 70 ezer cseléd van a városban. Van fogalmat, hányan akarnak itt szolgálni? Gyors az eszem, és keményen dolgozom. Az nálunk édes kevés. Mosok, vasalok, kötök, horgolok, gőzölök, port törlök, ablakot pucolok. Szegény anyám kitanított. Ajánlólevél nélkül nem vehetlek fel. Nagysága, kérem. Kint fagy is, nekem nincs hova mennem. Az úr majd megsegít. Isten áldja. Főzni tudsz-e? Ha van miből. Rákfarok, rizs, citrom, törött borsó. Avokádó. Olyan, mint a körte. Ez a körte 3000 mérföldet utazott, hogy a nagysága megesse. Másfél millió magyar vándorolt ki Amerikába. Másfél millió rongyos paraszt. Én mindig mondtam, uraim, hogy Amerika egyszer magyar csarmat lesz. Úgyhogy most ezt találták ezek az okos jenki, hogy a bevándorlást bizonyos feltételekhez kötik. És azt mondaná az ember, hogy ekkora országban minden embernek mutány. Na ja, de elmennek a cselédek, ki fog dolgozni. Ő a nagysága. Jó, szépen beraktad? Összekevered a rákfarkot, a rizst, a citromot, a törött borsot, a sót ebben. Az avokádót ketté vágod, vigyázz, a közepén van egy nagy mag, azt kiveszed. A keveréket beletöltöd, a tetejére rászorod a petrezselymet és egy fél diót. Egy fél diót a tetejére. Igen, a nagysága megköveteli, hogy ugyanúgy készítsük el neki a rákfarokkal töltött avokádót, ahogy azt neki az Abázia fürdőház teraszán felszolgálták. Jó van. Menni fog? Rózsi néni, ki az a fiatalember a nagysága mellett? A sóvágó Gergely, valami költő. A nagysága hív. Ő a sóvágó Gergely? Igen. Ismered? Csodaszép, szerelmes verseket. Ne felejtsd a petrezselymet. Ne hívja a néninek. Gergely, segítsen már, mi is volt a címe? Balettáncos. A balettáncos. Az új mozgókép, aztán él zennel? Igen, Chicago mozgókép színházban adták, és Gergely volt olyan gavallér, és elkísért. A dán melodráma. Ja, micsoda, egy semmilyen nő ez az asztal. Világsztár. Mm. Világsztár vagy nem, mert azért ilyet én is tudok. Bravo! Ez a kisasszony mozivászóra terme. Ugye? Gergely megírja, maga megfinanszírozza. Maga megrendezi. És én pedig eljátszom.
Régről ismerem ez a kisasszonyt. És ha kell, nagyon meggyőző tud lenni. Mégis milyen szerepre gondolt? Ki fognak nevetni? Dehogy nevetjük. Az Orlán is hős. Jeanne d'Arc. Igen, Gergely már írja a könyvet. Rózsi? Túlpirult a fogoly. Rajta hajtad a szőlőelvelet? Rajta. Azt tudtam. Jó, hozd még bordóit. Elfogyott. Elfogyott. Azt mondtad, hogy azt mondta a nagysága, hogy 3 üveget hozzak. 4-et mondta. Szerint is. Meg süket is. Jó, hozzá bikavért. Jó. Parancsolnak még valamit? Szűzbort a szűznek? Más nem kérünk, köszönjük szépen. Ezt vidd be nekik! Nehéz szerep ez a Jeanne d'Arc. Kevén dió. Ha a rendező úr a pártfogásába vesz, akkor majd együtt feltörjük azt a kemény diót. Blaha Lujza sem született Blaha Lujzának. Valaki megcsinálta. Ez mondjuk igaz. Na. Akkor erre ígyunk. Konyak. Ez legalább jó. Elküldtem a lányt. Miért? Összetört a házencizek poharat. Nem töri össze, ha 3 helyet 4 boltóit hozol. Az én hibám? Ez is? Rendes lánynak tűnik. Marad. Engem ilyenért egy hétig szapulnám. Ismertem egy félvilági nőt, akinek a múltjából nem maradt meg más, mint egy leánya. A nő kortársai azt mondották, hogy ez a leány éppen olyan szép... Megcsoltam magszat. Kivel? Esküj meg, nem mondod el senkinek. Esküszöm. Sóvágó Gergelye. Azzal a sihederrel? Érettebb a koránál. Hát mit akar az tőled? Szerelmes belém. És én is belé. Meg fiatalít, és ez rám fér. Próbáld meg lerázni. Megpróbáltam. Komisszal, meg... Szép szóval, aztán... Ír egy verset, és elgyengülök. És mi lesz, ha Max megtudja? Nem szabad megtudnia. Elgondoltam magamban, hogy Isten elnéző volt vele szemben, mert hiszen nem engedte, hogy a szokásos bűnhődés érje utol szegényt, hanem szépségének és fényűzésének teljében szólított el a földről, mielőtt megöregedett volna, ami az ilyen asszonyoknak első halála. A nő kortársai azt mondották, hogy ez a leány éppen olyan szép, mint a pénzben. Nagysága őrjöngött.
kedvenc poharát törted össze. Véletlen volt. Én is azt mondtam. Aztán addig-addig könyörögtem, amíg kiharcoltam, hogy kapjál még egy esélyt. Az Isten fizes. Ne kezd már megint. Ígérem, megszolgálom. Áldja meg az Isten. Magát is, és a lányát is. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké áll. Rózsi, mióta szolgál itt? 5 éve. És előtte? Előtte más csináltam. Hogy lett kamarna? Hát tudod, mi régen barátnők voltunk a nagyságával. Most is barátnők vagyunk, de régen legjobb barátnők voltunk. Az én ágyamban aludt, az én asztalomnál levett, aztán mindenki ment a maga útjára. Neki kicsit jobban ment, nekem kicsit rosszabbul. És hát milyen az élet? Most én alszom az ő ágyában, és én eszem az ő asztalánál. A legkevesebb, hogy cserébe rendbe tartom a lakását. Vendéget várunk? Jó napot, nagyságos úr! Jó napot, nagyságos úr! Az úr Max Schmidt. Ebben a házban minden egyes szöget, deszkát ő tervezett. Csodásan tehetséges. És mesésen gazdag ember. Nem tudtam, hogy a nagysága férnél van. Nincs férnél. Nagysága szereti a nagyságos urat, és a nagyságos úr szereti a nagyságát. És miért nem esküsznek meg? A nagyságos úr világhíres bútorgyáros. Éjjel-nappal az István körülti irodájában ül, és dolgozik. Mi hetente egyszer látjuk. És mit csinál a nagysága a hét többi napján? Költi a nagyságos úr pénzét. De ez bűn, nem? Házasság nélkül összefeküdni. Bűn vagy nem bűn. Nekik így jó. Legalábbis azt hiszem. Hisztál? Ez csak a téli tartalék. Tavaszra majd leolvad. Sietsz! Hétfőig be kell fejeznem a festetics kastélyt. Van egy dolog, amiről kéne beszélnünk. Majd máskor. Sürgős. Pénz kell? Nem. Mennyi? Ez a befektetés.
Egy mozgóképben. Mozgóképben? Miért fektetnék én mozgóképben? Mert én vagyok a főszereplője. Te? Jeanne d'Arc. Az orleáni szűz. Kell ez valami színészi diploma? Jaj, Max. Én annyit színleltem egész életemben, és olyan jól, hogy szerintem nekem nem kell diploma. Wow. Mennyi? 100 000. Szó sem lehet róla. Miért? Hát neked ez bagatell. Neked pedig életem álma válhatna valóra. Jön a háború, kell a pénz. Később beszélünk róla. Később, amikor már vérasszony leszek. 35 éves vagyok. Jeanne d'Arc 18 volt. Majd eljátszod Mária Teréziát. Súlyban már ott vagy. Hey! Én kopogtam. Hát ez meg ki? Az új lány. Szebeni Kató. Meghoztam a teát. Tedd le oda az asztal. Kirúgtad végre azt a boszorkát? A boszorka kim van a konyhában, és mindent hall. Mikor szabadulsz már meg tőle? És ha nem akarok megszabadulni tőle? Parancsol még valamit a nagysága? Nem, kimehetsz. Ha ő játszana a Jeanne d'Arcot, 200 000-et is adnénk. Gyűlöllek! Ereszel! Ereszel! Köszönöm, ennyi elég. Viszontlátásra, nagyságos úr. Megköszöntem. Kató, ugye? Igen, és nagyság. Húzd ki magad. Emelt fel az állat? Így. Nézz a szemembe. Nagyságány. Elnézést kérek én. Az a kristálypohár, ez véletlen volt. Többet nem fordul el. Maradj így. Vedd küszle.
Vedd le a ruhát. A ruhámat? Igen. Miért? Mert az parancsolta. Mesztelenre vetkőzöl, vagy mész ki az utcára? Megyek az utcára. Önérzet és méltóság. Mondtad a szemedben. Gyere velem. Meghívhatom valamire a kedves húgát. Nincsen ahhoz elég pénze, gróf. Az emberek annyira tagsálnak, amennyire te tagsálod önmagadat. Beszélek egy kicsit a gróffal. Jó? Bágy meg itt. Hozhatok valamit? Köszönöm, kérem.
Köszönöm, én nem kértem semmit. Rád fél, kislányom. Csili mama vagyok. Engem Katónak hívni? Kató. Emília szobalánya. Emília? Elza. Így ismerik az emberek. Mágnás Elza. Ígyunk az úrnőd egészségére. Elza kisasszony egészségére. Nagyon hiányoljuk ám a társaságát az utóbbi időben, Elzácska. Úgy hallom, mostanában a fiatal művészeket pártfogója. Hát tudja, hogy ahogy van ez, gróf úr. A csúcson kell abba hagyni. Magácska mindig is nagyon értette ehhez, ha emlékeim nem csalnak. Hát akkor őrizze meg jól azokat az emlékeket, grófom. Bearanyozhatják majd utolsó napjait a halálos ágyát. Ettől a nőtől sokat tanulhatnátok, lányok. Honnan tetszik ismerni a nagyságát? Nálam kezdett. 1000 éve. Itt? Itt dolgozott. És pontosan mit dolgozott? Amit a többi lány. Cili mama, ez egy olyan hely? Milyen hely? Hát olyan. Ne. Hála Istennek. Ez egy olyan hely, ahol a finom úriemberek jól megvacsorálnak, kellemes társaságban. A lányokkal lehet beszélgetni. Segítenek ételt, italt választani. Felettetik a napi gondokat. És a vacsora után? Hogy ki mit csinál vacsora után, az az ő dolga. Ha megtetszenek egymásnak. De ki vagyok én, hogy a szerelem útjába álljon? 100 meg 100 lány került ki innen. De Elza volt a legtehetségesebb. Üstökösként ragyogott ki a többiek közül. Ott annál az asztalnál ismerte meg Max Schmidtet. A nagyságos ura? Itt minden lány Elzát irigli. Olyan karriert akar. De hiába. Elza csak egy van. Legalábbis azt hitte, amíg meg nem látta. Rózsi megkérdezi, hogy hol voltunk. Akkor színházban voltunk. Ja? Igen. Hol voltunk? Színházban. Színházban. És mit néztünk? Mit néztünk? A férfiakat. Tudod, milyen hely ez? Szörnyű hely. Bűnös hely. Soha többet nem mész oda, ígérd meg. Ott mindenki cafka. Belőled is azt csinálok. Tényleg igaz, hogy a nagysága is ott dolgozott? Csak áldott jó, romlatlan teremtés volt, amíg be nem tett a lábát az orvamba. Ígérd meg a szűz anyának, hogy soha többet nem mész oda. Megígérem. Imádkozunk a nagyság a lelküdvéért. Én ezt nem Mária malasztal, teljes az úr van tenned, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a mélyednek, jó, és Jézus. Azt mondom, hogy az Isten.
Fáj a fejed? Kicsit. Hallom, Rúzsi leszidott. Le. Nem kell vele foglalkozni. Szíve szerint mindenki lapácát csinálna. Régen nem ilyen volt. Tényleg igaz, hogy legjobb barátnők voltak? Ezt mondta. Borzasztóan sajnálom, Elzácska. De a nőtanács jótékonysági farsangára hosszú évek óta ugyanazok az előkelő családok kapnak meghívást. Szóval adjak pénzt a nőtanácsnak, de ne menjek oda az estére. Tartanunk kell magunkat egy bizonyos színvonalhoz. Ne vegye zokon. Mi az a színvonal, amire az ember meghívást kapott? Hogy is mondja? Arra születni kell. Bárótól fölfelé. Báró nem vagyok. Se gróf. Tudom. De el fog menni az estére. Elzácska. Maga név szerint is szóba került, és a szervezőbizottság egyöntetű abban. Mi volt a legnagyobb adomány, amit a múltkor adtak? Nagyjából 1000 korona. És ki adta? A miniszterelnök úr felesége. 1000. Uh-huh. Annyit én is adhatok. A meghívó nem elad. 1200. Az rengeteg pénz. Felhívnak a színpadra. És a miniszterelnök úrnak a felesége kezet ráz velem 1300-ért. Ezt meg kell beszélnem a szervezőbizottság. 1500 korona. A szegény árváknak cserébe egyetlen apró kézfogásért. A szervezőbizottság helyében én nem sokáig gondolkodnék. A Nap azt írta, hogy tejben fürdik, mint Kleopátra. Még nem láttam. Igaz, hogy 6 szeretője van? Özsi, gyere, megyünk! Szökjön meg. Jó. De komolyan. Komolyan. Csak... Hagyjuk itt Budapestet, hagyjuk itt a Monariát, menjünk jó messzire. Amerikába? Csak te meg én, meg egy kis ház a prérin. Vadászunk, vadászunk, fát vágunk. Este meg összebújunk a tűznél. És érzéllyel szeretkezünk. Reggel kezdjük előről. Mindörökké csak veled. Ez a, úgy van. Szereted, ugye? Ez hát a szó klasszikus értelmében nagyon nehéz szeretni. De csodálom. Bizonyára tud valamit, amit a többi kurvád nem tudott. Nézd, fiam, az, hogy ti otthon négy fal közt mit csináltok, az a ti dolgotok. De az, hogy én a ügyfelektől halljak vissza ezzel visel dolgairól... Ezzel nincsenek visel dolgai. Mérget vennél rá? Köztünk van egy megállapodás, amit ő szigorúan betart. És ez a megállapodás tartalmazza azt is, hogy neki szeretője legyen? Nincs szeretője. Én mást hallottam. Szökjön meg ez. Nem lehet. Te miért? Itt egy nagy karriered, hogy anyjelvet. Érted már mit? Az anyád lehetnék. 10 év van köztünk, és 5 látszik. Egy hónapig sem bírnál elviselni egy faházban. Én szeretlek.
Most te is szeretsz engem. Igen, de szerintem nem minden. Mi kell még? Pénz? Egy gazdag gálásúr. Fiatal vagy, nem várom, hogy megértsd. Mindenképpen elutazunk. Nem is soha többé nem maradsz. Gergely, ne zsarolj. Legyen minden úgy jó, ahogy van. Te képtelen vagy dönteni. És én képtelen vagyok osztozkodni. Az itt mind Párizsból van. Nem jó. Csavartad már ki Liba nyakát? Így nincs. Erősen. Tanítok valamit. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy önérzet és méltóság? És hogy akkor most sokra viszed? De az önérzet és a méltóság az nem elég. Pénz kell. Sok pénz. A szüleim egy szappangyárban robotoltak egész életükben. És azt gondolták, hogy megszerezni a pénzt az a nehéz. Nem. Elkölteni azt a rengeteg pénzt, az sokkal nehezebb. Óriási fantázia kell hozzá, különben beledög lesz az unalomba. Cili mama. Azt mondta, ki tanít. Felejtsd el. Én rögtön nemet mondtam. Tedd szét a lábad. Ennyi Cili mama tanítása. És azt ígéri neked, hogy majd te leszed az új mágnás Elza. Én nem akarom széttenni a lábamat. Az pedig muszáj lesz. Az a belépő. Jobb életbe. Hidd el. Élvezetesebb dolog, mint a szappangyári robot. Ami utána jön, az a nehéz. Azt a férfit, akinek szétteszed a lábad, és aki majd megadja neked a jobb életet, azt meg is kellem tudni tartani. Mit gondolsz? Hányan vetélkednek egy olyan férfiért, mint Max Schmidt? Hány asztalhoz ült le az Orfeumba estéről estére, amíg az enyém elkötött ki? Persze az emberek irigyek, és azt hiszik, hogy az egész csak szerencse kérdése. És nem tudják elképzelni, hogy azért Mágnás Elzának lennék kemény munka. Hagyd abba, mert mindjárt elsírom magam. Téged ki kérdezett? Mit játszod itt a Szent Johannát? Bagoly úgy a verémnek. Képmutató vagy. Te meg álszent. Mit játszod itt a finom úrinőt?
Te sose leszel úrinő, sose fogadnak be, akármennyit fizetsz. Nem tisztel senki. Nem érdekel a tisztelet. Elég, hogy a csodálnak. És erre kell a lány. Legyen egy újabb hódolod. Na és neked mire kell, Rózsi? Hogy ráolvasd a bűneidet? Kurvát akarsz belőle csinálni? Te meg apácát. Hagyják abba! Kérem szépen. Én rajtam ne veszekedjenek. Ők ezt elkényeztetett, hálátlan kölyök vagy. Hát, hogy mit csinál? Bár soha, soha az életemben ne találkoztam volna vele. Rózsi! Te azt hiszed, hogy akkor a tiéd lenne? Te! Azt hiszed, hogy ha én nem vagyok, akkor Max Schmidt most a tiéd. Elhallgass! Beül az asztalodhoz, szétteszed a lábad és veled marad örök. Nem tartozik a lányra! Miért titkolod Kobori Rózsi velem együtt az Orfeumban? Te is egy kurva voltál. Feküdj mellém. Csak amíg elalszom. Öleját. De úgy, mint régen. Amikor a legjobb barátnőt voltam. Most is a legjobb barátnőm vagy. Akkor is a komisz vagyok. Te vagy a mindenki. Nem akarom, hogy elmenj. Nem Fuck.
Láttam a nyalkát? Fémdobozban. Biciklin. Én ott voltam, mikor a nagyság a kislányából a nyalkát csinált a bába. Kötötű. Megröppeszti a magzatburkot. Egy katéter leválasztja. Rózsi hívja a hatóságot. Bejelenti a vetélést. Jön a rendőr. Fogja az angyalkát. Csak testét befekteti a fémdobozba. Dobozt felrakja a biciklire, és elteker. Teker. Teker, és közben fügyörészik. Ezt látja benned, Elsa. Ezt. Kislányát, akit aznap... akit aznap elveszített. Babázik veled. És te nagyon alkalmas baba vagy. Mert rajtam nem fogsz ki. Engem nem túrsz ki. Mert ami köztem és a nagysága között van, az szent. Érted? Sérthetetlen. Bárki próbált szétválasztani, az rajta vesztett. Rózsi. Maga jó hozzám. Miért akarnám kitúrni? Ti babák. Ti mindegy formák vagytok. Nem vagyok baba. Nagyságos úr. Elsa? Vásárol. És mikor jön haza? Van, hogy csak este. Megvárom. Thank you.
Drága Gergely, ma este 6-kor indul a vonatunk a Józsefvárosi pályaudvarról. Én 5-kor ott leszek nálad, és meg sem állunk Amerikáig. Szeretlek, Elsa. Kegyed? Levelet hoztam. Köszönöm. Becses neve? Kató. Kató. Ne lepődjünk meg, ha nem sokára levelet kap Amerikából. Én megyek. Vár a nagysága. Hát akkor minden jót. Szeretem. Mit szólt? Örült. A párizsi nagyáruházban. Vennem kell pár dolgot. Elutazik a nagyság? Csak néhány hétre. Addig menj el Cili mamához, mondja ott kosztott kvártét. Egyelőre ne beszélj erről senkinek. Rózsinak se? Rózsinak se. Emélyes a nagyságos úr? Mondtam már, hogy nem. Ülj le. Ülj csak le. Merre jár az asszonyod? Vásárol. És amikor épp nem vásárol? Színházban. Minden este? Egy ideje nem avat be a dolgaiba. Engem se az a baj. Nem tudok semmit. Szeretőt ad. Én csak azt tudom, hogy nagyon szereti a nagyságos urat. Az nála nem akadály, ismered. Hát sosem árult sem pomacskát. Azt hittem, megváltozik. Én már akkor megmondtam, nagyságos úr. Emlékszik? Én akkor megmondtam, ott a szeparéban.
Rózsi, ez a nő engem kikészít. Mindenkit kikészít. Így van összerakva. És azért még haragudni sem szabad rá. Azért csöpted el. Köszönöm szépen, nagyságos úr. Keresni kell más nőt. Valakit, aki ugyanazt tudja, csak aztán nem teszi tönkre. Olyan nő nincs. Hát, mégis van. Hagyd már abba. Mit? Ezt. Tudod, mit mondanak? 40 fölött már szaga van a nőknek. Max! Mi az, amit nem tudok neked megadni? Mindent meg tudsz adni. Mi kell még? Ha mindened megvan, mi kell még? Semmi. Drága kő? Mozgókép? Hermelin palást? Semmi nem kell, tényleg. Csak mondd ki, és megkapod. Nem értelek. Baj van? Tisztelsz engem? Szeretlek. Köpök rá, hogy szeretsz. Tisztelsz engem? Tudod, hogy tisztellek. Akkor miért csinálsz hülyét belőle? Fel alá parádézol a korzon egy ficsúrra. Az egy félreértés. Kézen fogva? A zsandárkon dolgoztam a sóvágó Gergellyel. A zsandárkon? Igen. És melyik jelenete? A síralmázason. Játszd el. De nem, nem, ez most nekem így nem megy. Most jobb. Lefeküdtél ezzel a sóvágóval? Muszáj volt. Muszáj. Ki kellett fizetnem? Míg te fizetsz neki? A zsandárkönyvért. Értem. Ez is az én hibám. Ha adok neked 100 000 koronát, te hű maradsz a sírra. Jól esett, hogy odafigyel rám. Én is odafigyelek. Heti egyszer egy órára. Dolgozom, nem tűnt fel? Nem viszel el sehova. Se az operából, se a Stefániáról, se tátralom nincs. Éjjel-nappal gürcölök, hogy tartani tudjam a parád és érett színvonaladat. Szégyelsz? Ez nem igaz. Az első perctől fogva szégyelsz.
5 éve nem vagy képes arra, hogy bemutassál a családodnak. Nyáron bemutatlak, mondtam. Úgy bánsz velem, mint valami leprással. Úgy bánok veled, mint egy királynővel. Az egész város tudja. 5 éve arra várok, hogy megkérd a kezem. Neked aztán van bőr a képeden. Súvágó Gergely 3 hét után el akart venni feleségül. Igen? Gratulálok. Köszönöm. Te dugtál félre, és még neked áll följebb. Ne tereld el a szót. A házasság a legbizalmasabb üzlet két ember között. Tudod, miért nem vette nekem? Mert egyáltalán nem bízom benned. Mivel érdemeltem ki? Mivel? A költővel? A költővel. A zongoristával. A polgármesterrel. Az összes fasszal, akinek a karjaiba én gonosz hajtottalak. Ennyi? Mármint? Ha csak ez az akadálya a házasságnak, én nagyon hűséges is tudok ám lenni. Elza. Mágnás Elza. Hihetetlen nő vagy. Ezért szeretsz, nem? De. És egyszer bele fogok dögleni. Csak ha megengedem. Nyissunk tiszta lapot, jó? Jó. Ez volt életem legdrágább menete. Na, gyertek be. Kató? Igenis, Nagyság. Mától te vagy a komornám. Te pedig fogd a holmidat és tűnj el innen. Micsoda? Miért kellett beárulni Maxnak? Nem olyannak ismerem. Nem szólsz ebbe bele. Ez a hála. Ennyi év után. Meg ez. Vedd fel. Nem kell. Na. Tedd csak a többéhez. Mennyit loptál? 5
5-6-od? Miről beszélsz? Azt hiszed, hogy nem fogom észrevenni, hogy hónapok óta lopod a láncaimat? Kikérem magamnak. Én soha életemben nem loptam semmit. Én azokért a láncokért megdolgoztam. De tőled. Tőled hiába vártam jutalmat. Hát elvettem. Mire felvártál jutalmat, Kóbori Rózsi? Minden nekem köszönhetsz, Túrcsányi Emília. Befogadtalak. Ruháztalak. Etettelek. Megfizettem azokért kamatostól. Beengedtelek az ágyamba. Az életembe. Levittelek az Orfeumba. Bemutattalak Max Schmidtnek. Azért kikárpótol. Te elloptál tőlem mindent. Mindent. Ez itt. Ez az én életem. Ne. Ne. Ez az én életem. Én vagyok Mágnás Elza. Te csak egy hálátlan kurva vagy, aki nem bírja megemészteni, hogy kiöregedett. Az Úr majd mindkettőnket megíti. Büntet vagy jutalmaz. Ne gyere az Úrral. Kurváknak nincsen bejárásom a nyugszágra. Fogd be a szád. Akármennyi nyakláncot is viszel. Te vagy a sátán. Ne beszéljen így a nagyságával. Ne gyere velem. Nem megy sehová. A rádon majd téged is ugyanígy kidob a szemétdombra. Takarodjál innen, vagy rendőrt hívok. Vigyázzon magára. Kató, gyere ide. Rohanj azonnal a Gergely lakására, és ott oda neki ezt a levelet. A nagysága? Én majd itthon megvárlak. Este ünneplünk az Orfeumban. Hát, mégsem utaznak el? Nem. Gergely nagyfiú. Meg fogja érteni. Ez a film számára is óriási lehetőség. Na, siess!
Isten miért engedi, hogy annyira rossz ember legyen a Földön? És kiállítja meg őket. Isten szabadságot ad nekik. Kiállítja meg a rosszakat. Megölte! Hallja! Maga ölte meg! Az a maga méretetlen gonoszság. Az miért ölt meg a Gergely? Mert maga gonosz! Hallja! Én elmegyek! Én elmegyek, nagysága! Bár múlt az idő, soha nem tanult meg ő.
Államrendőrség! Nyissák ki! Államrendőrség! Nyissák ki az ajtót! Ott volt a temetés? Fehér helyen ruha volt rajta brüsszeli csipkével. A nyakán igaz gyöngy, a karján hermeli palást. És az arcán ugyanaz a dacos kifejezés. Ezt magának szántam. Nem fogadhatom el. Kérem. Ez a kedvéért. Megtalálták ez a végrendeletét. Néhány hete írta. Ezt magára hagyta. Megbeszéltem az őrökkel, hogy magán lehet közben. És majd utána ők odaadják a papnak. Az ajánló leveled nincs. Nincs. Csak szolgáltál valahol. Ha nem lennének szép sejem ruhák, ha nem lennének szőnyegek puhák, ha nem lenne autó, mely úgy suhan, ha nem lenne parfüm, ó, csak ugyan, ha nem lenne ékszer, mely úgy ragyog, nem lettem volna az, ami vagyok. Ha nem volnának gazdag emberek,
ennél a szerelem nem nagy eset. Kik nőt vesznek, mint egy szép állatot. Nem lettem volna az, ami vagyok. Ha nem lenne éjjel tánchelyiség, ahol ezer sugárzó villanyék. Ha nem keringne francia zene, az édes pezsgő, ha nem ömlene. S nem tetszettek volna hitvány kis dalok. Nem lettem volna az, ami vagyok. A világon nem lenne nyomor, gyomor, melyet az éjség ostromol. Apa, kinek teher a gyerek? Anya, ki csak köhög és pityerek? S nem kérdi meg a lányom, hol csavarok? Nem lettem volna az, ami vagyok.